A zalaegerszegi Mányoki Attila 2013-ban egy több évesre tervezett 7 állomásos nemzetközi sorozat teljesítésébe vágott bele, amelynek az Ír-tengert az Atlanti-óceánnal összekötő csatorna szakaszán kis hián belehalt küldetésébe, amikor hosszú percekre az eszméletét is elvesztette. Rehabilitációja közben látogattuk meg a Balaton korábban hosszában is átszelő nyílt vízi hosszú távúszót, hogy hol is tart az Ocean 7 elnevezésű vállalásban. Idei főversenye utáni rehabilitációja zajlik nyár vége óta Mányoki Attila nyíltvízi hosszú távúszónak, aki az Ocean 7 sorozatban a világ 7 legveszélyesebb átúszása közül már 4-et teljesített. Sorozata 5. állomása az Ír-tengert az Atlanti-óceánnal összekötő 40-50 km széles északi csatorna volt augusztusban, és percek választották el attól, hogy örökre elmerüljön a 13 fokos vízben. Egyszerűen sajnos a környezeti viszonyoknak köszönhetően, az én általam nyújtott fizikai terhelésnek köszönhetően ugye összeomlott a szervezetem, és elvesztettem az eszméletemet. Az Ocean 7 nevű sorozat a világ 7 legnehezebb csatorna átúszását foglalja magába, a La Manche-tól kezdve a japán Tsugaru csatornáig. Eddig a világon összesen 6 embernek sikerült teljesítenie mind a 7 távot. Attila most 4-nél tart. Az első 2013. augusztusában a nyíltvízi úszók Everestjének számító La Manche volt, ami a belépő is ebbe a sorozatba. Angliából úsztam át Franciaországba. Gyakorlatilag engem ez volt a belépőm. Ott 48 kilométert úsztam, mire elértem a francia partot, mert sajnos én a szezon egyik legrosszabb napján tudtam csak úszni, de hát akkor 10 óra 47 perc alatt sikerült teljesítenem. Abban a szezonban végül is még így is én tudtam lenni a szezon leggyorsabb férfi átúszója. 300 indulóból 42-en tudták teljesíteni ekkor a La Manche csatorna átúszását. Ezután Japánban 2014-ben a világ legnehezebbjének tartott Tsugaru-szorost hódította meg. Távolságban nem tűnik olyan nagynak, ott 19 km elvileg légvonalban a két sziget közötti távolság. És hát végül is én 39 km teljesítettem, tehát majdnem a dupláját teljesítettem ahhoz, hogy elérjem a túloldalt, és a 7 óra 29 perces idővel minden idők második legjobb idejét tudtam abszolválni. Attilának ilyenkor veszélyes medúzákkal, cápákkal és az óceán 15 km per órás áramlati sebességével, tömegével is számolni kell. Nagyon sok számítást is kellett figyelembe vennünk ahhoz, hogy lehetőleg úgy érkezzek part közelbe, hogy az áramlati sebesség még, amikor úgymond alacsonyabb az én sebességemnél, és emelkedőben van, hogy akkor még el tudjam érni ezt a biztonságos, védettebb területet, ami amúgy csak pár száz méter. A legkevesebben ezt tudták megcsinálni. Én voltam akkor a 13. ember, aki 60 év alatt meg tudta csinálni. 2015. szeptember 22-én jött az amerikai Molokai csatorna. Nagyon erős áramlatban és szélben kellett úsznia, valamint 3-4 méteres hullámokban. Este 6-kor indultam, és másnap reggel 6-ig úsztam, és 12 óra 2 percet úsztam, és ezzel ott beállítottam az aktuális, úgymond világrekordot. Aztán 10 napra rájött a másik amerikai Catalina csatorna, ami a 4. állomás volt. Engem megelőzően, akik úszták ezeket a helyszíneket, ott a minimális, úgymond időszak, amit kihagytak a két úszás között, az ilyen 6 és 8 hónap közötti időszak volt. Most ahhoz képest én 12 nappal utána újra oda mentem egy olyan helyszínre, ami szintén nagyon-nagyon veszélyes. Mentálisan ez borzasztóan megviselt. És aztán idén augusztusban jött az a bizonyos, számára majdnem végzetes 33,7 kilométeres északi csatorna. Az átúszás több mint 80 éves története alatt is csak 23 sikeres kísérlet történt. Az úszók jelentős részének a hipotermia miatt kellett feladniuk az úszást, Attilával is ez történt. 7 óra után néhány perccel kapcsolták le nálam a villanyt. Az indulás utáni magasabb sebességet 6 órán át sikerült tartania. Már az elején megcsípte egy oroszlán medúza, a nagy szél és a hatalmas hullámok is feladták a leckét, de a 13 fokos vízben csak ment és ment előre. Jelentkeztek nála a hipotermia jelei, érthetetlenül kezdett beszélni, de még 1 órán keresztül úszott tovább. Összeomlott a szervezetem, és elvesztettem az eszméletemet. A kísérő hajóba sikerült behúzni, így nem merült el. Nem emlékszik semmire, mint egy 45 perc kiesett az életéből.
én ott abban az adott időben én teljesen másképp éltem meg a dolgokat, mint amit ők külsőként a hajón, amit esetleg láttak. Tehát én meg voltam a győződve, hogy minden rendbe zajlik, az agyam az tisztában van a dolgokkal. Az, hogy a végén már agyam mondták, hogy az utolsó 20 percben például már nem kommunikáltam egyáltalán, én nekem ez már abszolút kiesett. A kórházban megkezdték a 27 fokra lehűlt szervezetének felmelegítését. Én ezt nem olyan tragikusan vagy drámaian fogtam fel, hanem inkább úgy voltam vele, hogy igen, én el tudtam menni a végletekig, és tudtam küzdeni az utolsó úgymond pillanatig azért, hogy valahogy elérjem és megvalósítsam a célomat. Ami számomra nagyon-nagyon fontos volt, hogy nem én adtam fel. Hanem a szervezete, de őt ez sem tántorítja el céljától, hogy végigmegy a hét állomáson. Még tart a regeneráció, jelenleg egy hónapig annyit úszik, amennyi jól esik, aztán jöhetnek az edzések, mert még be akarja fejezni a sorozatot. Jövő márciusban jön az új-zélandi kúkszoros, 2017. októberében pedig a gibraltári szoros, majd 2018. augusztusában újra nekivág az északi csatornának. És hogy miért csinálja, ez neki nem is kérdés. Amikor megérintem a sziklába, hogy kimegyek a homokra, az a néhány másodperc, az egy olyan jellegű érzelembomba, egy olyan jellegű érzelem hullám söpör át, azért a néhány másodpercet mindenképp megéri.